két új oktatási központot adott át a Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi karán, dr. Ónodi Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár, dr. Bódis József az egyetem rektora és dr. Misete Attila a kar dékánja. A dr. Enc Béla klinikai oktatási központ az elméleti, míg a szimulációs oktatási központ a gyakorlati tudás megszerzésében nyújt segítséget az orvostanhallgatóknak. A 365 fő befogadására alkalmas oktatási központ napjaink legkorszerűbb audiovizuális eszközparkjával megfelel a legmodernebb oktatási követelményeknek. Egy 170 fős nagy előadó mellett több kisebb szemináriumi terem is várja a hallgatókat. Az AOK önerőből valósította meg a fejlesztést, mert a kar vezetése nagyon fontosnak tartja az orvosképzés infrastruktúrális feltételeinek javítását. Az elmúlt 10 évben jelentősen megemelkedett a hallgatói létszámunk, és egy jelentős mértékben tudja javítani a helyzetet, különösen a klinikai előadások és a klinikai szemináriumok tekintetében a Janus Pannonius klinikai tömb melletti oktatási központ. Ami a Skill Labort ígéreti, az pedig azért jelentős, mivel hát a szakmánk az köztudottan gyakorlatigényes, és ezek az eszközök előkészítik a hallgatókat arra, hogy bátrabban, szakavatottan nyúljanak hozzá a betegekhez, illetőleg bizonyos típusú gyakorlatokat teljes egészében elsajátíthatnak rajtuk. A nemzetközi szinten is kiváló szimulációs labor hallgatói kezdeményezésre készült el a karon. Az egyetem oktatásfejlesztési alapja pályázatán elnyert összegből és a kar hallgatói önkormányzatának támogatásából. A szimulációs oktatási rendszerek fejlesztésével átjutunk egy olyan akadályon, hogy a valóság és a szimuláció, valamint a tervezett élethűség közti határokat fogjuk átlépni. Ezért a képzettebb kollégákat már egy olyan környezetbe hozzuk, egy olyan szimulációs oktatási központ szenárió alapú oktatási helységébe, ahol a kórházival teljesen megegyező körülmények között történhet az oktatásuk, hiszen ahogy itt a háttérben látszik is, kórházakból elhozott ágyakon dolgozunk, illetve hogy a szomszédteremben látható a fal valóban oxigén és valóban sűrített levegő van, tehát semmi sem olyan, mint amilyennek kéne, pontosan ugyanolyan, mint a kórházi körülmények között. Ha ez egy általános orvoskar, akkor a végzett hallgatónak általános orvoskari kompetenciával kell rendelkeznie. Ebből kifolyólag a szimulátorainkat úgy vásároltuk, úgy szereztük be, hogy az orvos szakma minden területét képviseljék, legyen az nőgyógyászat, fülorgégészet, szülészet, anesztézia, intenzív terápia, sürgősségi orvostan. A labornak az a feladata, hogy megteremti azokat a legmodernebb technikai feltételeket, amik alkalmasak arra, hogy itt az oktatás valóban európai szintű legyen. A szimulációs oktatási központ a próbaperiódust követően most az egyetem szervezeti egységei és az egyetem külső partnerei előtt is megnyitotta kapuit.